Sziasztok! Nem tudom, hogy mit láttok a szembe fény miatt, úgyhogy az lesz, hogy akkor tesz használom azt a kamerát, hogyha nem süt telibe a fény, amúgy meg ez lesz, tehát lehet, hogy oda-vissza fogom vágni a két kamerát, tehát ha most csak engem láttok, ne ijedjetek meg, még láthatjátok a tájat, amikor elfordul az út. A lényeg az, hogy ez most egy rövid videó lesz, csak el szeretném mondani egy gondolatomat arról, hogy emberek különböző dolgot gondolnak a borravalóról. Pro és kontra hallottam már több megfejtést, valaki azt mondta, hogy borravalót minek adjak, hisz az ember csak a szakmáját vagy a munkáját végzi, csak azt végzi, amiért ugye megfizetik, én nem fog borravalót adni, más se kap borravalót. Tehát sok olyan munkakör van, ahol nem kapsz borravalót, miért adjál te bárkinek is borravalót? És meg tudom érteni, abszolút-e. Tehát teljesen jogos. Aztán van a másik az, hogy azt mondja, hogy én akkor adok csak borravalót, ha a másik valami extra dolgot nyújt, tehát ahhoz képest, amit a munkájában el kell végezni, ahhoz képest van plusz szolgáltatás van, akkor adok neki borravalót, és akkor megérdemli. Például mondjuk, mikor csomagkézbesítő vagy, és akkor viszed a csomagot, és megkéri valaki, hogy vigyed más címre, vagy ez az amaz, vagy olyat kér tőled, ami extra, hogy például léci, nehéz a csomag, vidd már be léci a szobába, akármi. Ha bármi olyat kér, ami esetben igazából nincs benne a munkakörödben, akkor szerintem illik, és én mindig adok borravalót. Én mondjuk olyankor is adok, mikor plusz nem kapok. De olyankor mondjuk jó keveset adok, de amikor valami plusz kapok, akkor viszont mindenképpen adok. Na de! Tehát az embereknek van egy ilyen elve, és eldöntötték, ki ad borravalót, ki nem, ki miért ad, teljesen jó, jogos, azt mondom, hogy nincs ezzel probléma, nem is akarom senkire megkérdőjelezni az elveit, és jól is csinálja. Inkább azt szeretném elmondani, hogy én miket tapasztaltam. Egerbe járunk a bébimmel úgy havonta, két havonta, fél évente, attól függ, hogy van pénzünk, eljövünk mindig egy napra, tehát nem itt alvósban, hanem arra jöttünk rá, hogy amíg megszállnánk, az a pénz pont egy következő útnak a benzinköltsége, tehát jobban megéri azt, hogy nem szállunk meg, hanem többször tudunk jönni. És mert megvan a bejártott módszer, hogy hol leszünk, hova, melyik pincébe megyünk borért, utána hol fürdünk, tehát teljesen be van járatva, hogy mit csinálunk. És pont emiatt ugye ugyanazokra a helyekre megyünk vissza. És hát én általában azért jó borravalót szoktam adni, tehát általában fizetek kártyával, amiben benne van ugye a szervizdíj is, tehát elvileg a borravaló bele van számolva, és esetenként még azért úgy KP-be úgy csúsztatok azért egy-két papírpénzt. És úgy örülnek is neki. És képzeljétek el, egy csomószor tapasztaltam azt, hogy elmegyek ugyanarra a helyre enni, és nincs hely, és szól a srác, hogy figyelj, 5 perc múlva megoldjuk, és a legjobb helyet elintézi nekem, megcsinálja, talál valami helyet, ott eszünk, és 10 perc múlva olyan figyeltek, megüresedett egy másik hely, lefoglalom nektek, üljetek át oda, mert sokkal jobb és sokkal kényelmesebb, meg jobb a kilátás. És meglátnak, már intézkednek, tudják már, mit eszünk, tudják már, mit iszunk, és nagy hatalma van annak, hogy egyrészt, hogy kedvesek vagyunk, másrészt azért minden alkalommal adok borravalót, és tudják is, hogy minden alkalommal adok borravalót. És ami miatt ezt el akartam indítani ezt a videót, az, hogy ez egy ilyen normál dolog, nincs ebben semmi probléma. Hogy elmentünk egy pincébe, ugye pincészetben a Szépasszonybőrbe venni bor. Két fiatal srác volt, és először magáztak, de mondom, gyerekeket nem magáztatok, hát tegeztek. Én hiszem, hogy 17-18 évesek vagytok, én 40 vagyok, de tegezzetek. És ott a főnök azt mondja, és nagyon csúnyán nézett rájuk is, meg rám is, ott beszélgettünk, azok kedvesek voltak, jó fejek voltak, megvettük a bort, ez pont a bébim szülinapja volt, és vettem neki egy drágább, jobb minőségű bort, ott hagytam, vagy hát vagy 10.000 forintot ott hagytam, ja, ugye? Ja, akkor sokat, igen, ja. Mindenkinek is vettünk. Mindenkinek, a fiamnak, anyukámnak, mindenkinek vettünk külön ajándékba a bort, és ott hagytunk kb. 10.000 forintot. És kijöttünk, és akkor a bébim kérdezte, hogy és hagytál borot? Mondom, basszus, elfelejtettem. Nem a múltkori volt az első, hogy elfelejtettem, gyorsan fogtam, két darab 500-ast, visszarohantam, és azt mondtam, hogy féltek srácok, bocsi, nem bunkó akartam lenni, ne aggódjatok, tessék, és kezükbe nyomtam egy-egy darab 500-ast. És álltak, és leültek, és mondtak, hogy nem szokás borravalót adni, és tök örültek, és tök jól esettek, és mondtak, hogy nincsenek ehhez hozzászokva, és köszönik, és nagyon köszönik, és nagyon örülnek neki. És ma mentünk oda, és ez az egyik fiatal srácot meglátott, megörült nekem, megismert, azonnal jött, segített, egyből ment, intézte mindent, tényleg látszott, hogy úgymond
nem csak a munkáját végzi, hanem pluszt próbál meg belerakni. Jó, annyi sok pluszt nem tudott belerakni, de látszott, hogy próbálkozott. És amikor fizettem megint kártyával, akkor elővettem egy 1000-est, mondom, tudsz visszaadni egy 500-ast? Ó, mondja, köszöni szépen, tök vigyorgott, örült neki. És akkor utána megsukta nekem, hogy a múltkor a főnök asszonya, mikor kimentem, amikor először ott voltam, ugye 10 000-et fizettem, és kimentem, azt mondta neki a főnök asszony, hogy figyeljetek, gyerekek közül nem kéne olyan közvetlennek lenni, és leszúrta őket, hogy ilyen jó fejek voltak velem. Aztán a főnök asszony kilépett, és én akkor léptem vissza a 2 darab 500-assal, és a kezünkben nyomtam a 2 darab 500-ast. És a két srác, ide partunk, jó, ez itt tök jó. A két srác, meg mondta ez a srác, hogy azonnal elkezdték a főnöknek felhánytogatni, hogy na, ez fejenként 500 forintot ért ez a közvetlenség. És azon röhögött, hogy a főnök azt mondja, hogy lebaszta őket, és akkor utána meg én adtam neki fejenként egy 500-ast a közvetlenségükért. És mondta, hogy ezt azonnal fel is hánytogattak a főnök asszonynak, és mondtam, hogy én köszönöm a közvetlenségüket, én nekem 500 forintot megér a közvetlenségük, és én azért járok ide, és azért adok borralat, mert közvetlenek is jó fej. Szóval ennyit akartam elmesélni, ez lett van a sztori lényege, hogy igazából van, amikor a borravaló az nagyon jó, és van, amikor a borravalóval úgymond megtudod. Tehát az a durva, hogy te, mint vásárló, a kedvességgel tudod meghálálni azt, ha jó fej, meg a borravalóval. Tehát azért sokszor az lehet, hogy figyelj itt a borraval, ezzel azt jelzem neked, hogy köszönöm, hogy pluszt kaptam tőled. És igen, én pluszt kaptam a srácoktól, és köszönöm. És üzenem a főnök asszonynak, hogy nézze a videómat, hogy nagyon jó fejek voltak a srácok, nagyon közvetlenek voltak, és ha nem lettek volna ilyenek, nem kaptak fejenként 500-ast. És tudom, hogy ez a főnök asszonyt nem vigasztalja, mert nem neki adtam az 500-ast, de ha ő közvetlen lett volna, és jó fej, ő is kapott volna tőlem egy 500-ast. De lényeg az, hogy és én azért járok ide a srácok miatt, meg nagyon finom a bor amúgy. Na, a lényeg az, hogy köszönöm, most megyünk fürdeni a bébimmel, és kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy ti hogyan vélekedtek a borravalóról. Elfogadom, maximálisan elfogadom azt az embert, aki azt mondja, ő nem hajlandó borravalót adni. Azt is meg tudom érteni. Aki meg még a boltba is ad borravalót. Tehát abszolút meg tudom mind a két oldalt érteni. Én szeretek borravalót adni, és nekem szükségem van arra, hogy adhassak borravalót. Hova sietsz? Hát még bébi még van. 2 percünk. És akkor mire beérünk, addig fognak ezek is az összesek. Az igaz. Akkor szevasztok. Csak szerettem, hogy 8 perc legyen a videó, hogy tudjunk rá reklámot tenni. 20 másodperc. Akkor megbeszéljen. Még mondd el. Mondjam el még egyszer? Vagy mit mondjak el még egyszer? Elmondom még egyszer azt, hogy... Mondd el, hogy szeretnéd, hogy legyen reklám ezen a videón. Ja, szeretném, hogy legyen reklám ezen a videón, úgyhogy ezért még egy 8 másodpercet hallgattuk. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Köszönöm szépen, szevasztok. Ja, hát vége lesz, hogy végig főcím, akkor több mint 8 másodperc lesz. 8 másodperc. Vagy 8 perc. Most már túlléptük a 8 percet, plusz a véget főcím, majdnem 9 perc. Szevasztok! Ja, várjál! Átlátszó. Szevasztok! Ez csak, nem ez már több, ez a 8,5 perc, így már nem átlátszó. Á. Na mindegy, ez vagyok, hogy én szeretném tőletek a borravalót. Vicceltem. Amúgy kb. 20-30-40 forintot hoz egy videó általában, amekkora nézettségeim vannak. Szóval 20-30-40 forintból összejön 500 forint, amit oda tudok adni borravalónak. Úgyhogy igazából ti álljátok. Ha sok videót néztek, ti álljátok a borravalót a srácnak. Többé nem akarsz már senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Fáradtál tett a megfelelni akarás, csak ma szemem tárom, a kezem indul a szaladás. Ma szabad eszek, nevet, kélek, mint egy kisgyerek, hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kerek.